Milé dámy, vážené páni, milí hostia, dovolte mi, aby som v mene polovníckej spoločnosti Divého si mužlava srdečne privítal na dnešnom polovníckom plese. Som rád, že po dvoch rokoch tu zase stretneme a dúfam, že budete sa tu cítiť veľmi dobre. Ale mám veľmi dobrú zábavu. Kajta švrdejím, tisztelt uraim, kajta svendégeim, engedjék meg, hogy a Muzsai Vadász Egyesület nevében szívélyesen üdvözöljem Önöket mai vadászbarlangon. Itt mindjárt mindenkinek nagyon boldog új élet és nagyon jó egészséget is kívánnák. Örülök, hogy két év után ismét találkozunk, ez a Covid egy kicsit bezavarta a vadászbarlangjaimban, de ismét sikerült megrendezni. El kell, hogy mondjam, hogy az idősebb vadászok már nem igen akarták rendezni ezt a bált, mivel belefáradtak a dolgokba, de egy-két fiatal vadászunk nyakukba vették a szervezést, és mégiscsak megrendezték ezt a bált. Igaz, hogy nem a decemberi időszakban, hanem a januárban, de azt hiszem, hogy ez nem fog bezavarni a jó mutatásra. Itt megemlíteném a Brenni Sinyakot, a Dencső Marekot, Szilva Zolit, Tégenéket, Párba, ők voltak a fő szervezők. Mink a idősek hajlandóak voltunk eljönni, mulatni egyet, és köszönjük, hogy megrendezték ezt a bált. Még itt nagyon kiemelném a díszítést, ami a Dencső Annabellának a köszönhetjük, aki ilyen szépen kidíszítette a termet. Kicsit másképp lesz most ez a bál, ahogy szoktunk, a vacsorára gondolok, nem lesz lent az étkezőbe, hanem itt lesz elfogyasztva a vacsora a nagy terembe, a levest azt majd az asztalokhoz kapják, és a többi, a második fogást azt pedig svéd asztal formájában majd a táncparketton válogathatnak a különböző jó ételekből. Azt hiszem, hogy a rendezők háromfajta ételt is biztosítottak. Én mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Ehhez a szórakozás, hogy a talpalával volt a Rikkon zenekar fogja szolgáltatni, akiket szintén üdvözlök, ők már valamikor voltak itt nálunk, úgyhogy régi ismerősök. És mostan a következő menet még az volna, hogy szeretném üdvözölni a Párkányi Liszt Ferenc Zeneiskola tanárait, akik a most előadják nekünk a vadászhimnuszt és valami, még valami zenei betétet. Én megkérem, hogy ők ezt adják elő. Thank you.
Megköszönöm a Parkányi Liszt Ferenc Zeneiskola tanárainak a színvonalas kultúrműsorukat, és most mielőtt a záró fújást itt elvégeznék a kürtösök, megköszönöm itt Székely Pista barátunknak és kollégájának, Miroslav Svecnek, hogy eljöttek és színvonalasabbá tették ezt a bárt, mert nekünk vadászoknak ezek a vadászkürtösök mindig olyan szívmelengetőek, úgyhogy megköszönöm a részvételeket és megkérem, hogy fújják el a zárót. Egészségére és a mai jó szórakozásokra. Isten éltessen bennünket!
Poďme.